HitLive. A Hitrádió délutáni élő műsora. Érdekességek, aktualitások, a legjobb keresztény zene. Az Európai Unió legnagyobb állategészségügyi kihívásának nevezte az afrikai sertéspestist a külgazdasági és külügyminisztérium miniszteri biztosa, aki szerint a magyar sertéságazatot a betegség miatt akár 50 milliárd forintos veszteség is érheti, mivel Magyarország nem szállíthat sertéshúst Japánba, Kínába és Dél-Koreába sem. A vendégem dr. Budai Gyula, külgazdasági és külügyminisztérium miniszteri biztosa. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Miért ezt a három országot emelte ki? Ez a három ország, aki az ázsiai piacon a legnagyobb partnere azoknak a magyar cégeknek, akik Európán kívül sertést vásárolnak, jó minőségű sertést, és az egyik legfontosabb partnerünk az pedig Japán, ahol a sertésen kívül a magyar Mangalica egy olyan brand lett, amely eredményeképpen már több japán étteremben magyar mangalicából készített ételeket szolgálnak fel az odalátogatóknak, és ezek a piacok óriási lehetőséget biztosítottak a magyar mezőgazdaságnak, a magyar sertéstartó ágazatnak, illetőleg azoknak az élelmiszeripari feldolgozóknak, akik tőkehúst és feldolgozott terméket szállítottak Japánba, illetőleg Kínába és Dél-Koreába. És a három ország közül egyébként Japán az, aki a legnagyobb mértékben vásárolja ezeket a termékeket. Mennyi volt a kivitel a pestis megjelenése előtt és a kor megjelenése után? Mennyit elcsökkent? Én 2017-es adatot tudok mondani, ugye az afrikai sertéspest is 2018 első felében jelent meg, tehát a 2017-es adatok alapján 113 millió dollár értékben szállítottunk ki élelmiszeripari termékeket Japánban, és ennek 90%-át a hús és hús készítmények adták. Tehát a sertéspest is megjelenése után közel 50%-kal esett vissza az agrárexportunk Japánba, és ez nagyon-nagyon komoly veszteséget jelentett a magyar sertéságazatnak. És ugye jelen pillanatban is Magyarország tilalom alá esik, így ennek megfelelően ezek a veszteségek jelentősen nőttek, és én azt gondolom, hogy az ön által elmondott közel 50 milliárdos veszteség az jóval több, de maradjunk a realitás talaján, tehát jelen pillanatban én azt gondolom, hogy ilyen nagyságú veszteség érte Magyarországot ebben az ágazatban, a sertés ágazatban. Ebben a veszteség érinti a többi ágazatot is, a baromfiipart, illetve a többit? Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy már közel másfél éve nem volt Magyarországon baromfi influenza, és a baromfi influenza megjelenését követően ugyanígy tiltó listára kerültünk ezekben az ázsiai országokban, és ugyanilyen eredményes tárgyalást folytattunk Japánnal, Dél-Koreával és Kínával ebben a kérdésben, és ennek az eredményeképpen Japánnal tavaly szeptemberben megkötöttünk egy olyan megállapodást, amelynek az a lényege, hogy a madár influenza megjelenés esetén csak azokból a régiókból nem lehet szállítani baromfit, amely fertőzött. Na most ugyanezt szeretnénk sertéshúsban is, tehát már van egy ilyen élő megállapodásunk Japánnal is, ez nagyon jól működik. Ugyanilyet szeretnénk sertésbe. Úgy néz ki, hogy a japán hatóságok fogadókészsége megvan. Ez év június-július elején megérkezik az a delegáció, ami elvégzi a magyar sertéstelepek auditját, és ezt követően már csak technikai kérdésekben kell megállapodnunk, és megköthető a megállapodás. Egyébként szeretném jelezni, hogy Szingapúrral már kötöttünk ilyen megállapodást, tehát van rá példa Ázsiában, hogy lehet ilyen együttműködést megkötni.